Nos hát, akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok, srácok, Alex vagyok, és mint a címből is láthattátok, most egy elég erős update-et fogok bemutatni. Ugyanis kaptunk pár embertől ötleteket, mint például ugye a PvP-t is, de a PvP az ugye meg lett valósítva. Kövid dolog, ami most úgymond, hát egy kicsit erősítve lett, változtattam egy kicsit a droppolásokon, ugyanis megkaptuk azt, hogy lehetne azt is, hogy akár hetente, vagy akár két hetente változzanak a mob droppok, változzon a meta, tehát igazából, hogy melyik éri meg a legjobban. Na most én igazából állítottam egy-két dolgot. A képernyőn láthatjátok az árakat. Most láthatjátok a képernyőn. Ki lesz írva szépen, hogy mit tudom, villager, és akkor, hogy mennyibe megy az, amit ő droppol. Tehát mennyi abból egy darab. De most ennyit kell tudni, hogy a villager az most kicsit így háttérbe fog szorulni véleményem szerint, mivel a villager az csak 0-tól 2 itemig droppol, és viszont most jön ugye, amit láthattátok, az Iron Golem, az viszont 0-tól 7 itemig droppol, és azt szerintem sokkal jobban meg fogja érni, ugyanúgy olcsóbb is, és azért mégis sokkal jobb. Tehát olcsóbb és rohadt drága igazából az eladása. A Blaze is nagyon jó áron megy most, a Creeper is és a Pigman is. Szóval, srácok, még annyi lenne a fő kérésem felétek, hogy írjátok már le nekem kommentbe, hogyha van valami ötletetek a szerverre, mert kíváncsi vagyok és nyilván el fogom olvasni. Meg ha olyan, és ha jó az ötlet, akkor talán még meg is jutalmazom. Esetleg egy kis érmével, vagy esetleg egy kis ranggal. Azért is sok mindentől függ, hogyha tényleg nagyon jó az ötlet, és nem feltétlenül van még máshol, akkor azt megjutalmazzuk. Akár lehet, hogy elég busás jutalmat kapsz érte. Tegyük fel 2000 érmét. Azért ez már jó tudsz. Na jó, viszont... meg még ugye amit így megcsináltam, hogy most már nincs ilyen, hogy félre droppolnak az itemek, tehát a Blaze az elvileg Blaze-re adott droppol, ha minden igaz. Megberaktam az End portált, ugye? Ha minden igaz. Itt van a blokkok. És jó, nem, még nincs bent, akkor majd berakjuk. És elmondom, hogy hol lesz az End portál, az egyebeknél lesz. És az extráknál itt lesz az End portál, itt lehet majd megvenni. 100 millió lesz a per darab. Majd egy képet bevágok, hogy ott van így videó végére. Szóval, vagyis hát most bevágok egy képet a Zend portálos részről. Szóval jássátok, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és kérlek, amit mondtam, azt tartsátok észben. Szóval, ja. Tetszett a videó, akkor verjétek szét azt a lájkot, kíváncsi vagyok, hogy mennyien lájkoljátok, és mennyire tetszik nektek ez az ötlet, meg ez a változtatás egyáltalán, hogy új meta van. Szerintem. Szóval, ha tetszett a videó, akkor like és feliratkozás, és kommenteljetek akkor, hogyha van bármi ötlet, és talán még meg is jutalmazom őket, az ötleteket. Tetszett a videó, akkor hello, sziasztok srácok, csöcső! Ja igen, és eddig végignézted a videót, akkor nyomd meg azt a like-ot, és ne felejtsd el, hogy holnap kitnap SOTV lesz. Szóval készüljetek, na hello!